Sok érdeklődőt vonzottak az advent második hétvégéjére szervezett programok. A gyerekeket ismét játékokkal várták a szabadságtéren, melyek nagy népszerűségnek örventek. Most sem hiányozhatott a vendéglátósok kínálatából a forralt bor, a kürtös kalács és más finomságok. A színpadi produkciók sorát a Jókai Gimnázium énekkara nyitotta meg december 8-án szombaton. Az est sztár vendége Vastag Csaba volt. A népszerű énekes rendkívül sokat koncertezik az ünnepi időszakban. Nem nagyon van idő valóban pihenésre, de ez nem is baj. A karácsony és az ünnepvárás is, ahogy te mondtad, erről szól, hogy egy picit többet találkozunk és többet érintkezünk közösen. Én nagyon örülök, hiszen nagyon-nagyon hiszek a személyes találkozásokban. A lemezkészítést is igazából szeretem, de a végeredményt és ennek a lenyomataként az, hogy tudunk találkozni személyesen, ez sokkal jobban. A sok munka ellenére vannak olyan családi tradíciók, amelyekhez mindenképpen ragaszkodik. Családi tradíciók nálunk is ugyanazok, mint mindenhol máshol, szerintem mi is főzünk, aztán meg eszünk. Ezáltal a 24-én szokott megtörténni. 24-e szinte az egyetlen nap, amikor tudunk találkozni mindannyian közösen, mert általában előtte és utána is van dolgunk. Úgyhogy a 24-e van kijelölve arra a napra, amikor senki nem vállal semmit, nem is érdekes semmi más, csak az, hogy hazamenjünk anyukánkékhoz, és közösen főzünk, közösen együnk, a végén pedig ajándékokat adjunk át. Közös filmnézés is van, nem? Reckeselek betörők című. Általában most már 36 éves vagyok, 36-szor látott film. Jó, azért nem, mert 8 éves volt, amikor kijött az a film, de amióta van, azóta minden éve megnézzük rituálisan, és kívülről tudja már mindenki. Az év végéhez közeledve Csaba is számvetést készít, és áttekinti az elmúlt esztendőt. Kimondtam, jó évnek tartom, a végére egy picit jobban be is lendült, mint egy jó ostor, kicsit a vége csapódott meg erőteljesen, hiszen itt a végére értek össze azok a munkák, amiket elkezdtünk már az elején, tehát a videoklipek, a dalok most arra kezdenek beérni, és most jelent meg a legújabb videoklipünk egy pár hete, és ennek egy utózöngéként, lecsapódásaként Mikulás ajándéknak ennek a videoklipnek a remixét is elkészítettük, és ezt is kiraktuk már YouTube-ra, úgyhogy a következő dalok is most készülnek, és az új anyagok, az új koncert szervezések, tehát igazából ez egy eléggé tömény időszak, valamint a tévében is van egy műsorunk, amiben pont jövő héten pénteken lesz az utolsó, nem, bocsánat, most pénteken lesz az utolsó adásunk, tehát most már voltam péntek, tehát erre is készülni kell minden nap, egész nap.
jövőt illetően folytatódik a dalszerzés, ugyanabban a metódusban, mint most. Vagyis minden egyes elkészült dalt azonnal bemutatnak, egyenként videóklippel. Szabad volt! Vasárnap kézműves barkácsolással és vásárral folytatódtak az adventi programok az Arany 17 rendezvényközpontban. Ma mi vagyunk az advent nagymamái, ezért próbáltunk így szervezni egy kis kézműveskedést a gyerekeknek, kicsiknek, kicsit nagyobbaknak, ahogy látszik is, hogy azért elég sokan, hála Istennek, hogy itt vannak. Közben készítettünk kézzel készült dolgokat, amivel szeretnénk kedveskedni. Nem első osztályi dolgok ezek, de én szerintem, ha már a gyerekek meg, akik délnek megnézik, ha szeretetet érzik benne, az már jó, mert mi nagy-nagy szeretettel készültünk erre a napra. Filotás Lászlóné a Komáromi Nőklub tagja, 2 hónapig készült a vásárra. A próbababák elkészítése után közösen folytatták a varrást a nőklub tagjaival. A közösségi házba jöttünk össze, és ott 15-en voltunk első alkalommal a nőklubosok, és jó hangulatban vartunk. Utána még egy hét múlva megint, hát így készültek el a babáink. Nagy örömmel, és úgy látom, hogy a gyerekek is nagyon szeretik. Nagyon, úgy látszik, hogy a maciér, minden gyerek oda van, a cicáér, a kutyusér, meg hát még másokat is csináltunk. Remélem, hogy örömet szereztünk. Az adventi vásáron a Kemence Egyesület is készített eladásra kínált portékákat. A Kemence Egyesület dolgozói készítették, a lányok, ők hárman vannak, és ők, nekik az a munkájuk, hogy a hétköznapokban ilyeneket készítenek. És hát látható, készültünk gyerekeknek ajándékokkal, és felnőtteknek. Adventi koszorúk, a gyerekeknek vannak táskák, kis szarvosok, új bábok. Arra próbáltunk figyelni, hogy újrahasznosított alapanyagokat használjunk fel, és természetes alapanyagokkal készítsünk ajándékot az idei adventi vásárra. A Szabadság téren felállított színpadon a Petőfi Sándor általános iskola diákjai adtak műsort. Ma minden ajándék felnyitható, miért jelent oly sokat egy piros kis autó? Látod a szeretet ünnepén, a minden hó fehér, meseszék így a barátok, ez nem tud hideg tét. A szeretet ünnepén csak azt kívánok én, mosoly legyen az arcokon, és minden szív mélyén. Sok színes ajándék mit kaphatunk, mindennél fontosabb, hogy így együtt vagyunk. 17 órakor meggyújtották a második gyertyát az adventi koszorún. Közreműködött a Gaudium vegyes kar. Thank you.
advent második vasárnapja Mészáros Tamás koncertjével zárult. Hol-ahol szól a trill, orrunk már tér borítja, de így vagyunk jók, hegyes kimocsók, hűvön ez a téri állítás. Vére húz, fecske címek,